A város legnagyobb postai épületében nyílt meg az ország első postalottózója Nyíregyházán. Az értékesítőhely a felújítást követően több bejáraton is megközelíthető már. A Nemzeti Lottótársaság és a postavállalat együttműködésének egyik új eleme ez az üzlet. A posta az egyik legfontosabb stratégiai partnerünk, abban az értelemben, hogy 1700 ponton értékesítenek szerencsejáték termékeket a magyar posták. Ebből nagyon fontos ez az új kezdeményezés, ez az első fecske, az úgynevezett posta lottozó, amelyet az ország legforgalmasabb postáin szeretnénk létrehozni. Nyíregyházi az első, és további 19 fogja még követni. A két állami cég együttműködése több mint 3 évtizedes. A partnerség megújításáról egy stratégiai megállapodást is aláírtak a felek Nyíregyházán. Ez a megállapodás arról szól, hogy azokat a szolgáltatásokat, amit eddig külön nyújtottunk, és a nem a közös megállapodásunknak volt a része, ezeket is valamilyen módon próbáljuk összefésülni, és az a tapasztalat, ami a két vállalat mögött van, az közösen kamatoztassa azt a tudást, amit az elmúlt években megszerzett. Nekem meggyőződésem, hogy ez a két állami vállalat, mert mind a ketten állami vállalat vagyunk, a megszerzett tapasztalatok alapján egy nagyon komoly szintű és ténylegesen ügyfelek számára egy 21. századi szolgáltatást nyújtó egységet tud képezni, és ez a célunk, hogy még magasabbra emeljük a egyébként már meglévő és működő kapcsolatunkat. A két állami tulajdonú cég tervei alapján idén további 9 új értékesítőhely nyílik meg vidéki postákon. A jövő év végéig pedig összesen 20 ilyen létesítményt alakítanak ki országszerte.